azt a címet adtuk neki, hogy középső félteke. Ez egy picit szójáték arra, hogy az emberek sokszor azt mondják, hogy jobb meg bal agyfélteke, hogy vagy kreatív vagyok, vagy racionális, vagy a matekot szeretem, vagy rajzolni. Igazából a valóság az, hogyha valakinek az egyik féltekéje nem működik, egy beteg ember lesz. Ilyen furcsa jelenség van, hogy például megborotválkozik, és csak az arca felét borotválja meg. De semmi köze a kreativitáshoz, és semmi köze a racionalitáshoz. Szerintem ez egy rossz mítosz, és amúgy az ember tragédiában is megjelenik ez a furcsa feszültség, a tudományok, a ridegség, az emberség, az érzelmek, a születés kapcsán. Mi egy olyan dolgot szeretnénk most itt bemutatni, ahol azt a középső metszetet hozzuk, ahol azt éljük át, hogy egy ember sokszor katarzist érez, amikor egy szép matematikai bizonyítást lát. Amikor egy matematikussal beszélsz, szóval azt mondja, hogy az a jó bizonyítás, ami szép. Nem csak az, hogy igaz. És szerintem ez visszafelé is igaz, tehát gondolkodó és érző emberek vagyunk egyszerre. Ez a koncert egy rövid jazz koncert lesz, kiszámoltam, körülbelül 10 000 hangot fogunk játszani, hogy soknak tűnik, nem olyan sok. És mégis én azt hiszem, hogy szerethetőbbé teszi ezt a műfajt, ha egy picit egy-egy ötletet kiemelünk minden dal előtt, amit szerintem így lehet hallani. Hogy próbálunk társítani a hangok mellé egy gondolatot, amit reményeink szerint így ki is vetítjük majd valahogy ábrázolva egy kis filmmel mindegyiket, hogy talán segíthet abban, hogy szerethetőbb, vagy érdekesebb, vagy egy picit másmilyen legyen a zene élmény is. És kiválasztottunk 6 dalt a különböző korokból, egy picit reflektálva persze a ember tragédia színjeire, és a 6. az egy meglepetés, az mögöttünk van magasan. És mindegyiknél egy-egy gondolatot majd elmesélek. Bachnál fogunk kezdeni, mint mindenki, amit aztán hamar átharmonizálunk egy rövid jazz dallá. Azt, hogy el kell mondanom, Ádám csodálatos, országunk egyik legkeresettebb bőgőművésze. Én nagyon sok minden foglalkoztam életemben, én imádom a zenét, de most Ádám segít nekem sokat, tehát hogy ez egy megtisztelés nekem, hogy ezt tudunk. Visszatérve Bachra. Bach nagyon sok mindent csinált, és egy igazi, zseniális forrása mindennek. Itt konkrétan egy olyan dolgot fog megmutatni, hogy hogyan alakul át a zene egy olyan beszélgetésből, amikor én eljátszok egy szólamot, aztán a bőgő válaszol, amit Bach megírt, amit sokan úgy is hívtak, hogy ilyen zenei párbeszéd, ami kicsit az éneklésből is alakult ki. Hogyan alakul át egy olyan zenévé, amit ma nagyon sokat hallunk a rádióban, amikor így egyszerre sok hang szól, harmóniák vannak, és azon fölül, vagy néha alul egy dallam megjelenik. Először eljátszuk így horizontálisan, és át fog alakulni ilyen vertikális, és remélem, hogy ezt hallani fogjátok. És ez készült egy kis film is, ami ezt a apró mikróbák életében mutatja be. Thank you.
Köszönjük szépen! Ebből az ötletből, hogy a dallamokból lettek akkordokat, egy nagyon gyönyörű dallamos improvizáció, egy olyan dalra megyünk tovább, amit Chopin írt talán először, de egy nagyon hasonló dal létrejött a Bossa Nova születésénél Carlos Jobimtól, és Ádám fogalmazta meg szépen, hogy ebben az az érdekes, hogy a dallama az kőegyszerű. Gyakorlatilag semmi sem történik. Még régen én imádom ezt a dalt, és egy énekessel próbáltam játszani, és ő nem szerette volna, mert azt mondta, hogy hát ez neki elég unalmas, mert hogy a hangok nem nagyon változnak. Viszont amiért imádom, hogy mindeközben olyan gyönyörűen lépcsőznek a harmóniák alatt, és egy egész világot hoznak létre. És mi a jazzben ilyenkor azt szeretjük, hogy eljátsszuk persze ezt az egyszerű dallamot, de utána rászabadulunk ezekre a gyönyörű harmóniákra, és kicsit körülrajzoljuk őket az improvizációkkal. Úgy fogjuk eljátszani, hogy eljátszom egy picit Chopin-szerűen a legelejét, aztán átalakul ebbe a Bossa Nova dalba, és úgy játsszuk el együtt. Ehhez a kisfilm a lakásunkban a lépcsőn készült, az úgy éreztem, hogy igazán illik hozzá.
Köszönjük szépen. Mindjárt érünk a feléhez. Köszönjük a kedves pillanat. A következő egy korálygyűjtés lesz, egy a Csitári hegyek alatt Nibda. És itt azt az ötletet szeretnénk elmesélni, ami nagyon-nagyon gyakor a zenében, és mi kicsit el fogjuk túlozni, hogy nekünk még érdekesebb legyen. A feszültséges feloldás. Nagyon furcsa és nagyon diszonáns dolgokat is bele fogunk rakni, amit aztán feloldunk, amitől ilyen megnyugvást érzünk. Ezt minden zene játszik ezzel. Ennek a dalnak, ennek a népdalnak a újra harmonizálásában egészen viccesen diszonáns dolgokat kerestünk. A film, ami készült hozzá, az a gyertya lángjának, annak a plazmaszerű lángnak a feszültségével próbálja majd megmutatni, amit mi is érzünk, amikor zenélünk, mintha ez a levegő, ami a hangszerekből jön, ez így megfeszíteni a lángokat.
Köszönjük szépen. A következő dal Miles Davis és Csakvány szerzeménye, a címe Solar. Ez egy nagyon híres jazz standard, és egy nagyon érdekes dolog történik benne. Ugye az előbb mutattuk, hogy ez a feszültség után hazamegyünk. Ezt sokszor úgy hívjuk, hogy valamerre húz a dal, így oda akar hazamenni. Hát egy jazzben sokszor az történik, hogy hangnemet váltunk, az azt jelenti, hogy elkezd hirtelen másfele húzni, vagy erre húz, vagy arra húz. És itt ez egy olyan dal, hogy itt rögtön elkezdődik a dal, és már elkezd erre húzni, arra húzni, kicsit, mintha így forogna körülöttünk a világ. És ezzel még egy olyan trükköt is megcsinálnak, amit szerintem lehet hallani, és majd igyekszünk úgy is játszani a dalokban, hogy ez észrevető legyen. Hogy egy nagyon egyszerű zeneikletet, amit szerintem mindannyian ismerünk, ez egy C-dur, ez egy dur hangzat, ez egy C-moll, ez egy ilyen sötétebb. Tehát az történik ebben a dalban, hogy így átvált durból mollba. És ezt nagyon szépen sokszor a dallam is, meg az improvizáció is kiemeli. Ez segít el, hogy így pöröghessen körülöttünk a világ. Ezt már egy kicsit bonyolult tudom, de remélem, hogy élvezhető lesz, és ennek a filmje is nagyon részletes, és megpróbálja egy kész táncával megmutatni, hogy hogyan táncolnak ezek a harmóniák. Titokdal előtti utolsó dalunk, Wayne Shorter szerzeménye, 1967-ből.
És ez a dal, ez egy picit olyan, mint a Kishercegből a kalap és az elefánt. Az történik benne, hogy elindul egy nagyon mindenkinek remélem kedves és ismerős blues-szerű bögő alap, egy basszus, ami tényleg olyan, mint hogy hát ezt ismerjük. Ez egy ilyen nagyon gyakori gondolat. Nem ez csak, hogy mintha ilyen lenne. És ez a harmónia. Előbb azt mondtam, hogy a harmóniák jó bonyolultak. Na itt a harmóniák az elején viszonylag egyszerűek. Viszont itt a dallam, ami ráépül, egy egészen meglepő furcsa skálából jön ki. Dor skálából, ami egy kicsit szokatlan volt előttem, a már ilyet is használunk sokat. Remélem, és úgy is fogjuk elszni, hogy először ilyen picit bluesosan rájátszom el az alapra, úgy szerintem nagyon ismerős lesz, aztán attól lesz szép és különleges, hogy a dallam átértelmezi ezt a viszonylag egyszerű basszust. Köszönjük szépen, és az utolsó dalnak az a címe, hogy Éva Elma.
Nekem ez azért volt fontos, hogy belehozzak egy ilyen utolsó gondolatot. Sok mindenről volt szó a héten, az emberi fejlődéstől, a színeken keresztül, ennek a kilátásáskor, van-e fejlődés, a többi, meg az itt látott zeneszerzőkből is valami közös volt, hogy ők mind férfiak voltak. És nekem nagyon fontos az, ami történt a múlt században, hogy például egy nő gondolatának köszönjük szerintem sokan az életünket, aki a Messengeren segítségével a Covid vakcinát segített kifejleszteni, és Nobel-díjat is kapott érte. Persze a mondásnál is megjelenik a Éva szerepe, mint aki életet ad, ami ugyanolyan csodálatos, és Karikó Katalinnak is van egy csodálatos lány, aki olimpikon is lett, de egy gondolata is volt, ami életeket mentett. Úgyhogy mi mint két fő itt a színpadon nem fogjuk elmagyarázni, hogy mivel, hanem azt találtuk ki, hogy igazából idézünk egy nagyon rövid pillanatot, Billie Eilishnek egy nagyon szép szerzeményéből, mint egy kérdés, ezt elmondjuk ugyanazt a rövid dolgot, mint egy kérdés sokszor, és közben a vetítés mögötte az egy olyan installációnak a képe, ami a hangvilába volt látható máig, és Weiner Zsuzsa matematikussal készítettem, ez egy mérőművészeti munka, ami az összes lehetséges képet megmutatta, ami létezik, de olyanokat is, amik értelmezhetőek, és ott most megjelennek ilyen gondolatok, amik inspirálták ezt a dalt. Éva álma következik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!